Miniszteri interjú gazdaságról, határvédelemről és sportról is beszélt Szijjártó Péter. Tanulás felnőtt korban, Tiszavasváriban rendezték az országos képzési tanévnyitót. 150 éves a Friesland Campina, Máté Szalkán közösen ünnepelt a cég, amely jelentős bővítés előtt áll. Akár határkerítés is épülhet a magyar-ukrán vagy a magyar-román határon, ha a migrációs nyomás ezt szükségessé teszi. Ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kölcsei Televíziónak adott hosszabb interjújában. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A tárcavezető emellett gazdasági és sportos témákat is érintett. Szijjártó Péter szerint példaértékű az a munka, amely a kisvárdai és a nyíregyházi futballklubokban zajlik. Budapest után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe tudtuk hozni a legtöbb beruházást, 11 olyan nagy beruházásról született döntés, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást adott, és aztán azok végül is megvalósulásba mentek át. Jelentős gazdasági eredményekről számolt be a miniszter. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs több a megyét érintő kérdéssel is foglalkozik. Hozunk jó néhány olyan infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozó döntést, amelynek nyomán további beruházások válnak lehetővé, további munkahelyek jönnek majd létre. Nyíregyháza mindenképpen érintett lesz az ipari park területének növelésével, érintett lesz Kisvárda is a vízfelhasználás lehetővé tétele tekintetében. Fontos tehát, hogy a korábban a bürokrácia útvesztőiben kicsit lelassult infrastruktúrális kérdéseket kiemeljük és gyorsító pályára tegyük, mert mint ahogy beszéltük itt az elején is, az infrastruktúrális fejlesztések, az infrastruktúrális adottságok azok nélkülözhetetlenek a beruházások vonzásánál. Folyamatos a forgalom a magyar-ukrán határon Záhonyban. Az afgán helyzet miatt előfordulhat, hogy nem csak a szerb, hanem a román vagy az ukrán határon is megjelennek illegális bevándorlók. Szijjártó Péter azt mondta, megvédik az országot, és ha kell, itt is kerítést építenek. Az ország megvédése érdekében minden létező eszközt bevetünk. Tehát, hogyha az a helyes, hogy kerítést építsünk, akkor kerítést építünk. Ez így történt az elmúlt ugye 6 évvel ezelőtt is, amikor az egész világ ellenünk volt, amikor mindenki mindenfajta kígyót békát kiabált ránk, hát olyanokat mondtak ránk, hogy visszaidézni is elképesztő. Ehhez képest ma a kerítésépítés az egy bevett dolog, Európa külső határain szinte már elvárás is. Nem véletlen, hogy a velünk kicsit is rokon szenvezők, azért most már ugye elkezdik emlegetni, hogy hát azért 2015-ben Magyarország bírálata, az lehet, hogy nagyon-nagyon hibás volt. Hát mi az, hogy nem lehet, hanem biztosan így volt. Azt tudom mondani, hogy ha kerítésépítésre van szükség, akkor nyilván kerítés fogunk építeni. Kisvárdán modern sportközpont épült az elmúlt években. Ez is oka lehet annak, hogy jelenleg a helyi futballcsapat vezeti az első osztályú bajnokságot. A másodosztályban pedig a Nyíregyháza Spartakusz az első. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, a befektetett munkának mindig van eredménye. Szerintem, hogyha mondjuk 10 éve valaki azt mondta volna, hogy a Kisvárda 5 forduló után vezetni fogja az NB1-et, akkor valószínűleg megkérdőjelezték volna a beszámíthatóságát és a jövőbe látó képességét az adott személynek, és azzal együtt, hogy az utánpótlás bázis is épül. Itt szerintem a Kisvárdáról még sokat fogunk hallani a magyar labdarúgó élvonal tekintetében, és persze lehet ilyenkor mindig a bírálatokat, meg a szirén hangokat is hallani. Én azt gondolom, ez nem érdemes, a befektetett munkában kell hinni, már pedig munka van Kisvárdán és Nyíregyházán is benne a fociban. Ez jól látszik, mert azért ma már a magyar bajnokságban sem, Magyarországon sem adják ingyen az eredményeket a labdarúgás tekintetében. Szijjártó Péter hétfőn 3 megyei beruházást látogatott meg. Nyírbátorban az Unilever, Nyírmegyesen a Parmen, Kisvárdán pedig a Várda Meat fejlesztését adták át jelenlétében. A nyíregyházi törvényszék nyereségvágyból több ember sérelmére elkövetett emberülés büntettének kísérlete, kifosztás és lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés büntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte,
K. a vádlottat azzal, hogy a férfi legkorábban 35 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a túlélő sértett részére 5 millió forint kártérítést állapított meg, és annak megfizetésére kötelezte a vádlottat. Az ítéleti tényállás szerint a férfi 2018. november 16-án egy kisvárdai parkolóban a sértett szexuális szolgáltatást ajánlott a vádlottnak, amit ő elfogadott. A férfi egy kieső fás bokros területre vitte autójával az asszonyt, de ott nézeteltérés alakult ki közöttük. Ennek során a férfi megütött, majd egy késsel többször megszúrta a nőt. A sérülések következtében a sértett a helyszínen életét vesztette. Ezután a férfi elvette a nő táskájából a készpénzt, azt a holttesttel együtt egy műanyag fóliába csomagolta, és autója csomagtartójába tette. Ezután 2018. november 22-én a férfi vásárlást színlelve bement egy nyíregyházi női ruházati üzletbe, hogy onnan pénzt szerezzem. Belépett a pult mögé, kihúzta a váltópénzes fiókot, és közben pisztolyával nagy erővel arcon ütötte az ott dolgozó eladót, aki a földre esett. Ezután a nő csípőjére ült, és a fegyvert a segítségért kiabáló sértett homlokához nyomta. A vádlott ezután elrakta a pisztolyt, elővette a konyhakést, és azzal testszerte többször megszúrta az eladót. Egy közelben tartózkodó férfi meghallotta a segítségkérést, és dörömbölni kezdett a ruhabolt kirakatán. Miközben telefonon értesítette a rendőrséget, a vádlott elmenekült a helyszínről. A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors orvosi ellátás mentette meg. A vádlottat a rendőrök 2018. november 23-án otthonában fogták el. Később autójában megtalálták a korábban megölt nő holttestét, a töltött pisztolyt otthonában pedig a fegyveréhez tartozó töltényeken túl további lőszert is találtak, melyek tartására a férfi nem rendelkezett engedéllyel. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség tudomásul vette, de a vádlott és védője részben felmentésért, illetve enyhébb büntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést. Az eljárás a debreceni ítélőtáblán folytatódik. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta. Munkát, önbecsülést és jövőt ad a felnőtt képzés rendszere, ezzel a gondolattal nyitották meg az országos képzési tanévet Tiszavasváriban. Langerné Viktor Katalin, a belügyminisztérium helyettes államtitkára úgy fogalmazott, leginkább a szülők tehetnek azért, hogy gyermekeik ne legyenek hátrányos helyzetűek, ezen pedig a felnőtt képzés tud segíteni. A résztvevők csak nem 250 képzésből választhatnak az idei évben. A Vásárhelyi László alapfokú művészeti iskola növendékei adtak rövid koncertet a tanévnyitó elején. Szőke Zoltán, tiszavasvári polgármestere felelevenítette, hogy a 90-es években segélyt és nem munkát adtak a nehéz helyzetben élő családoknak. A 90-es években ugye kialakult, sajnos mondhatjuk, vagy mondjuk ki őszintén, egy segélyalapú társadalom, és nem a képzésekre épített, hanem segélyeket, támogatásokat adott, munkahelyeket sajnos nem nagyon teremtett. Ebből okból kifolyólag ugye gyerekek, mondhatnánk, hogy egy korszak nőtt fel, úgyhogy nem látták a szülőket dolgozni menni, nem tudták azt, hogy mi az munkahely, reggel fölkelni, teljesíteni, tanulni, több lábon állni, több szakmát képesítést szerezni, és olyan módon megélhetéshez jutni, ami azt gondolom egy társadalomban rendkívül fontos, a munka alapján megélni és egy munka alapú társadalomban élni és dolgozni. A tanévnyitón jelen volt Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is. Azt mondta, a segély szégyen, a munka pedig önbecsülést ad a dolgozóknak. Én olyan közösségben éltem gyerekkoromban, hogy segélyt kérni az szégyen volt. Tehát lehetetlen volt. Tehát a családomban elég szűkös körülmények között éltünk, de hogy segélyért menni a tanácsházára, az egy megbélyegzés volt. És sajnos, úgy, ahogy polgármesterről is mondta, generációkat kényszerített arra a körülmény, vagy a rossz kormányzati politika, hogy ilyen szégyenben kezdjék az életüket. És az egész életükre aztán nyomot hagyott a gyerekeikre, az unokáikra, és az generációkon sajnos átörökítődött. Tehát ezt a szégyent is elvesszük az emberektől, megszabadítjuk őket ettől a szégyenérzettől, hogy a tanulásod és munkához segítjük őket.
Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a képzettség és a munka nem csak az egyént, de a közösséget, nagyobb távlatban pedig a nemzetet is erősíti. Képesség, képzettség, társadalmi felemelkedés, mert ez a kulturális felemelkedést, a viselkedés kultúrát is jelenti azoknál az embereknél, mert másképp látja a világot. Kitágul számára a világ, nem csak egy szűk látóköre lesz, vagy egy szűk metszetben látja ezt a világot, hanem tulajdonképpen elkezd az egyéni élete mellett, mert mondtam, hogy egyéni életében sikeres lehet, elkezd közösségben gondolkodni. Elkezd olyan családban, közösségben gondolkodni, települési közösségben, és hát hogyha nagyot akarok mondani, akkor egy nemzetben, egy ország közösségében. Az idei már a harmadik év, amikor a belügyminisztérium megszervezi a képzési tanévnyitót. Langerné Viktor Katalin, a szaktárca helyettes államtitkára, statisztikai adatokra hivatkozva azt mondta, az alacsony képzettségű szülők többségének hátrányos helyzetű gyermeke van. Ha a szülők úgy döntenek, hogy a gyerekeik sorsát meg akarják változtatni, akkor elsősorban arra van szükség, hogy tanuljanak. Olyan szakmát tanuljanak meg, amivel utána egészen biztos, hogy jól el tudnak helyezkedni. És akkor reggel, amikor elindul a gyerek iskolába, a hátára adják a hátizsákot, uzsonnát csomagolnak neki, és a hátizsákjában nagyon sok mindent betesznek, egy dolgot már biztos nem, azt, hogy hátrányos helyzetű. Ezt a szülő tudja leginkább megszüntetni. A belügyminisztérium társadalmi esélyteremtési főigazgatósága idén csak nem 250 képzést hirdetett meg, amely közül a jelentkezők választhatják ki a nekik megfelelőt. Szeptember 15-ig fizethetik be pótlékmentesen a második fél évre esedékes adókat Nyíregyháza lakosai a város önkormányzatának. Az adófizetőknek az idei évi építményadó második részletét és a helyi iparűzési adó előlegének második részletét kell befizetni. Az önkormányzat már eljuttatta az értesítéseket az érintetteknek, akik többféleképpen ügyfélbarát módon is rendezhetik kötelezettségüket. A banki átutaláson kívül, ami ismert az adózóink számára, be lehet fizetni az elektronikus önkormányzati portálon keresztül is, illetőleg a magánszemélyek, akik csekket is kaptak az értesítőkhöz, a csekken postán is befizethetik, valamint ugyanezen a csekken található egy QR kód, amely azt segíti elő, hogy akár egy mobiltelefonos applikáció letöltésével is otthonról a posta felkeresése sorbanállás nélkül megtehetik ezt a befizetést. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli a Holland Friesland Campina, melynek egyik leány vállalata Máté Szalkán üzemel. A születésnapot többek között a Túró Rudit is gyártó szabolcsi üzemben is megünnepelték. A gyár éppen bővítés előtt áll, egy több mint 5 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően negyedével bővül majd a kapacitás. Számos tejdesszert, vagy a mindenki által ismert Túró Rudi is ebben a hatalmas Mátészalkai üzemben készül. A gyár anyacége a Friesland Campina, ami a világ legnagyobb szövetkezeti tulajdonon alapuló tejipari vállalatának számít. Mérföldkőhöz érkezett a holland cég óriás, ahogyan ez a torta is utal rá, idén ünnepli ugyanis fennállásának 150. évfordulóját. A magyarországi leányvállalat a dolgozóival közösen ünnepelte meg a jeles alkalmat. Szautner Péter vezérigazgató Máté Szalkán hangsúlyozta, a szakmai hozzáértés mellett a dolgozók számára megteremtett családias munkakörnyezetben rejlik a gyár sikerének titka. Egy rendkívül stabil dolgozói gárdánk van, nagyon sokan a munkavállalóink közül több évtizede vannak velünk, és ez a tapasztalat, az elkötelezettség, ez nyilvánvalóan megjelenik a termékeinkben is. A Magyarországon jól ismert pöttyös és mili termékek szinte mindegyikének a termékfejlesztéseit az termékfejlesztése is az itteni szakemberek munkáját dicséri, mint az előállítása is. Most kicsit önreklámozok, hagyd menjek vissza, 3-4 hete bevezetett pöttyös kanalazható desszert is egy itteni fejlesztés, az is itt készül Mátészalkán, és nyilván ezt egy jó csapattal, jó szakembergárdával sokkal könnyebb megvalósítani, de ezen túl egy szinte folyamatos évtizedek óta folytatott márkaépítés, innovációépítés, mindig megkeresni azokat a magasabb hozzáadott érték kategóriákat, ahol mi azt gondoljuk, hogy valóban értéket tudunk teremteni a magyar fogyasztók számára.
A mátészalkai tejipari gyár éppen bővítés előtt áll, a következő 4 évben egy több mint 5 milliárd forint értékű beruházás valósul meg. Ennek nyomán további 25%-kal bővül majd a kapacitás. Ez azt jelenti, hogy az eddigi napi 1 millió túrórudinál is többet állítanak majd elő, valamint növekedik a desszertek kínálata is. Hanusi Péter, mátészalka polgármestere azt mondta, a vállalat beruházásai gazdaságilag erősítik a várost, és újabb munkahelyeket kínálnak a helyiek számára. Évről évre azt tapasztalom, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyek szükséges meglépni ahhoz, hogy még jobb minőségben még több terméket tudjanak gyártani, általában az esetek döntő többségében nyitott kapukat döngetve haladnak előre a fejlesztések útján, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó mátészalkának, nagyon jó annak a folyamatosan gyarapodó dolgozói körnek, ahol például hagyománya van annak, hogy kompletten családok dolgoznak itt, családtagok, ez erősíti a cég iránti lojalitást, hűséget. Itt generációk dolgoznak már az elmúlt évtizedekben azért, hogy ez az üzem a továbbiakban is világszínvonalú magyar termékkel lássa el a vásárlókat. A mátészalkai cég a túrórudi és más termékei gyártásához 36 régiós tejtermelő és közel 500 magyar beszállító alapanyagát használja fel, így több ezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá. A Fidesz-KDNP nem szeretné, ha visszatérne az országban a 2010 előtti időszak, mint Halkóné Rudolf Éva, a Fidesz nyíregyházi szervezeti elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, emlékeztetni akarják a megyeszékhely lakosait a megszorító intézkedésekre, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Egyértelmű üzenete van az aláírásgyűjtésnek, amit látható a feliratokon is, stop Gyurcsány, stop Karácsony. Szeretnénk emlékeztetni a város lakosságát, szeretnénk emlékeztetni a baloldalt arra, hogy a velünk szimpatizálók és mindazok, akik megállnak, szóba elegyednek velünk és aláírják a petíciót, nem kívánnak a 2010 előtti megszorításokból. Ingyenes egészségügyi szűréseket szervez az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyházán. A rutin vizsgálatokon kívül egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat is hallhatnak a résztvevők. A szerdai egészségnapot követően szombaton is várják az érdeklődőket a Vasutas Művelődési Házban. Az újraélesztés menetét mutatják be éppen a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Házban szervezett egészségnapon. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság cukorbetegségről, elhízásról, szív- és érrendszeri megbetegedésekről szóló előadásokkal tájékoztatta a résztvevőket. Az ideérkezők ingyenes szűréseken is részt vehettek. Nem kell időpontot kérni, nem kell a kórházzal egyeztetni, mert néha az is olyan macerás, vagy előfordul az is, hogy fehérköpeny szindróma például, hogy orvosi rendelőbe méri a vérnyomást a beteg, és mindig magas, és igazából nem is magas vérnyomásos. Itt egy picit nyugodtabb, barátságosabb körülmények között van ezeknek a méréseknek az elvégzésére. Az egészségnapon vérnyomást, koleszterin és vércukorszintet, testzsírmérést és oxigénszint ellenőrzést is végeznek. Szakemberek szerint évente legalább egyszer mindenkinek érdemes átfogóbb szűrésen részt vennie. Kíváncsi vagyok, hogy milyenek az értékek, meg az egészségem miatt. Általában minden évben részt veszek egy ilyen programban. Ilyen egészségnapot szombaton is tartanak majd a Vasutas Művelődési Házban. Az érdeklődők nem csak hasznos előadásokat hallhatnak, hanem az ingyenes szűréseken is részt vehetnek. A Csenger FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntőjét. A kisvárdai Várkerti stadionban rendezett mérkőzésen a Csenger a rendes játékidőben 2-2-es döntetlent játszott a Tarpával, majd 11-es rúgásokkal Barcsai István csapata hódította el a serleget. Az MLS megyei igazgatóságának kezdeményezésére 5. alkalommal mérkőzött meg egymással a Magyar Kupa kiírásában legtovább jutó 2 megyebeli együttes. A Csenger a 4. percben Ohár lövésével megszerezte a vezetést, majd a folytatásban is mezőnyfölényben játszott. A félidő derekától egyre többet támadott a Tarpa, a 32. percben Gyecsenko emelésével kis egyenlítettek a tiszapartiak. 6 perc múlva pedig már vezettek is, a tüzes buktatásáért megítélt büntetőt rosszban váltott a gólra. A 63. percben emberhátrányba került a Tarpa, Rosoncit állította ki a játékvezető. 7 perccel később büntetőhöz jutott a Csenger, Osváth lövését azonban védte Saskapus.
Már úgy tűnt, hogy a talpáé lesz a kupa, amikor az utolsó előtti percben Barcsai Márk szabadrugásból egyenlített, így jöhettek a 11-esek. A talpaiak kihagyták a másodikat, a csengeriéknél viszont senki nem hibázott, így ők emelhették magasba a serleget. Nem volt egyszerű a mérkőzésünk, mert sajnos amikor elindul egy lavina, hogy nem jön be semmi, tehát annyira akar, annyira görcsösé vált a csapat, hogy szinte minden kimaradt, sőt még a 11-es is kimaradt, de nem adtuk fel az utolsó percig, küzdöttünk, próbáltunk széleken megbontani a támadást, vagy a védelmet megbontani szélen, hát reméljük, úgy gondolom, hogy sikerült is helyek közel, de a végén sikerült egy olyan gólt rúgnunk a szabadrugásból, ami azt gondolom, hogy megérdemelte a csapat, hogy döntetlenül hozza ezt a meccset. A két csapat bajnoki meccsét az első fordulóban a Csenger nyerte 5-0-ra. Ennek tükrében a talpaiak edzője csalódottsága ellenére elégedett volt csapata teljesítményével. Természetesen csalódott vagyok, hogy ugye nem vihessük hozzá ezt a kupát, de viszont csak pozitívot tudtam mondani a srácoknak is az öltözőben. Büszke vagyok rájuk arra, hogy küzdöttek, mint ahogyan is mondja, hogy úgy indultunk neki, hogy a nyitófordulóban 5-0-ra kikaptunk Csengertől. Úgy gondolom, hogy ma egyáltalán nem voltunk rosszabbak. Na de ilyen a futball, 11-es ez egy lottó, amiben nem volt szerencsénk. Az MLS megyei igazgatója szerint a résztvevő csapatok számára presztízs értéke van a kupadöntőnek. Azt hiszem, aki itt volt, vagy az elmúlt években látta a megyei kupadöntőt, akár a helyszínen, akár a televízió jóvoltából, ugye felvételről, meggyőződhetett arról, hogy nem nagyon számít, hogy az adott évben a bajnokságban hogy szerepel a két csapat, egy meccsen bármi megtörténhet. Ez is egy nagyon izgalmas találkozó volt, hát mindent elmond, hogy a végén 11-es rugások döntöttek. A Csenger negyedik csapatként hódította el a serleget. Korábban a Rakamaz, a Balkány és két alkalommal az Ibrány nyerte a megyei kupadöntőt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Akár határkerítés is épülhet a magyar-ukrán vagy a magyar-román határon, ha a migrációs nyomás ezt szükségessé teszi. Ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kölcsei Televíziónak adott hosszabb interjújában. A tárca vezető emellett gazdasági és sportos témákat is érintett. Szijjártó Péter szerint példaértékű az a munka, amely a kisvárdai és a nyíregyházi futballklubokban zajlik. Idén Tiszavasváriban rendezték meg a harmadik országos képzési tanévnyitót. A rendezvényen elhangzott, hogy mennyire fontos a felnőtt képzés azokban a régiókban, ahol hátrányos helyzetű családok élnek. A képzés és a munka ugyanis önbecsülést és jövőt is jelent a közösségeknek. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli a Holland Friesland Campina, amelynek leány vállalata Máté Szalkán üzemel. A születésnapot többek között a Túró Rudit is gyártó üzemben is megünnepelték. A Máté Szalkai gyárat hamarosan bővítik, egy több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztést követően 25%-kal bővül majd a kapacitás. Szeptember 9-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb holnap este várjuk majd Önöket a legfrissebb hírekkel, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Fátyol felhős, illetve derült égre nézhetünk fel, csapadék nem lesz. A Dunántúlon még lehet érzékelhető légmozgás, keletebbre azonban sok helyen szélcsend várható, és főleg a völgyekben nagyobb eséllyel párássá válhat a levegő. A hőmérséklet hajnalban 6 és 14 fok között alakul. Pénteken marad a napos idő, csak kevés fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül, másút jobbára mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható.